Borongós idő fogadta a városi köztemetőbe látogatókat az október 23-ai ünnepi programsorozat nyitóállomásán. A harmadik nemzeti ünnepünkön kettős évfordulóra emlékezünk. 1989-ben ezen a napon kiáltották ki a Magyar Köztársaságot, mely során Magyarország szakította párt állammal és demokratikus állammá vált. Ezt megelőzően 1956-ban, szintén ezen a napon az ifjúság fegyvert fogott az elnyomó hatalommal szemben. Petőné Pap Margit képviselő asszony az 1956-os Hősök kopja fájánál tartott ünnepi beszédében elmondta, az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca volt, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye. A budapesti diák az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődtek az 58 évvel ezelőtti események, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen 1956. november 11-én. Ősz volt. Az utcára vonuló diákság elhitte, hogy mostantól más lesz Magyarországon élni, hogy a Rákosi korszak abszurditásait valóban felváltja a normális élet perspektívája, a félelem nélküli mindennapok lehetősége. Eltűnnek a kommunista rendszer felesleges rituálii, Rákosi elvtárs éltetése, a mozgalmi gicsparádék. Ám ami ennél is fontosabb, megszűnnek az internáló táborok, befejeződnek a kitelepítések, mindenki hazamehet, beleértve már oly hosszú ideje idéglenesen itt állomásozó szovjet csapatokat is, s talán saját földjén dolgozva élheti visszasírt régi életét mindenki. Nagy Imre miniszterelnöksége reális esélyt adott a további normalizálódáshoz. Néhány napig úgy tűnt, hogy október 23-a felszabadultsága és öröme tartós változásokat eredményezhet. Ez az illúzió azonban hamar szerte foszlott. A Kossuth téri támadás, a köztársaság téri vérfürdő, majd a november 4-től induló szovjet támadás, Nagy Imréjék letartóztatása, 1958-as kivégzése világossá tette, hogy 1956 emléke hosszú évtizedekre leginkább a tehetetlen elkeseredés érzését idézi fel mindazokban, akiket nem tévesztett meg a hivatalos propaganda. Az ünnepi műsor után a megjelentek elhelyezték az emlékezés virágait, koszorúit az 56-os forradalom hőseinek sírjánál és kopjafájánál. A nap további eseményei a Hősök terén az 56-os emlékkőnél folytatódtak. Itt a Petőfi Sándor általános iskola tanulóinak műsora fogadta a megemlékezőket. Olykorban születtem, amiről nem tehettem. Mások döntöttek helyettem. Mikor ketté szakadt az ország, mások akarták irányítani a sorsát. Engem senki sem kérdezett. A halál csak jött, ment, érkezett. Olykorban születtem, amiről nem tehettem. Mások döntöttek helyettem. Ha apám vagy anyám kérdezett volna, de nem, vagy valaki, magzat, akarsz-e világra születni? Ha majd a vizek elhajtják a tüzet, ember embernek szeretettel fizet, a válaszom ez volna. Akarok, de addig anyám méhében maradok. Áldottak az özvegyek, kik a holt apák puskáját a fiak kezébe adják, a műhelybe a helyükre állnak, és a mezőkre mentek. Az ózsdi tűzhely általuk parázslik fel újra, s a fiatal búza beérik az olajfák árnya mellett. Áldottak a gyerekek, kik búgó csigáik sarokba téve rohantak tankok ellen, s utolsó sóhajukkal anyjukat hívták és a hazát. Általuk szállnak vissza a lepkék és ragyog a lég, s víg nevetés fecskei ébrezgetik a rétvirágát. Áldottak a diákok, kik zsongó iskolából az utcára rohantak, zsebükben töltényre cserélve át a ceruzákat. A madarak általuk hozzák vissza a napok virágát,
a nyíló körtefákon meg a tavasz fehér ruhát kap. Áldott légy Budapest, lerombolt falaiddal, és megcsonkított szobraiddal, széttört hídjaiddal, és földre sújtott tornyaiddal. A versek után a Györffy Lajos szobrászművész által készített műalkotásnál a megjelentek elhelyezték a megemlékezés virágait, valamint koszorúit. A városi ünnepség a Dorogi Márton Művelődési Központ tagintézmény színháztermében folytatódott tovább. A történelmi zászlók bevonulása után a kettős nemzeti ünnepre emlékezve Dombi Imréné tartotta meg ünnepi beszédét a megjelenteknek. Október 23-a van, a köztársaság ünnepe. Az az ünnep, amely a hozzánk hasonló közemberek bátorságának állít emléket. Azok bátorságának, akik egy tisztességes világról álmodtak a megingó diktatúrában. Szabadságra vágytak, és a gyűlölettől erősebb volt bennük a szeretet és a hit ereje. Hitték és hirdették, hogy a nemzet, az ország csillaga csak akkor emelkedik fel újra, ha leveti a hátáról azokat, akik a magyar népre erőltetnék politikai, ideológiai elképzeléseiket, és uralmuk fenntartása érdekében minden aggály nélkül feláldozták polgárok 10 és 10 000-eit, amint a nemzet jólétét is. Zavarodott évtizedek állnak mögöttünk, amikor is 1956-nak kétes híre volt. Ám a történelem ítél és tanít. Mi pedig ma az igazságot tanítjuk végre. 1956-ról azt, hogy október 23-án a magyarok a szabadságot választották. Ezáltal egy egész nemzetnek kínáltak reményt és méltóságot. A magyarok felkeltek, és azt mondták, szabadság nélkül az élet tűrhetetlen. 1956. október 23-án tömegtüntetésre gyűltek össze azok, akik már nem voltak hajlandók tovább tűrni, hogy az országra erőszakolt rendszer, a társadalmi normákat áthágva, az emberi elkölcsöt sorozatosan sárba tiporva, egyre mélyebb politikai, társadalmi, gazdasági válságba taszítsa az országot. A lakosságban elnyomott vágyak egyszer csak felszínre kerültek és kitörtek. A diktatúra hívei szinte órák alatt elveszítették a társadalom feletti befolyásukat, amelyet addig birtokukban lévőnek hittek. Az 58 évvel ezelőtti tüntetéseken résztvevő 100 000-ek egységesen követeltek egy többpárti demokratikus államformát, tisztességes kormányzást, az általános és mindenkire kiterjedően egyenlő választójog bevezetését, a bíróságok függetlenségének megteremtését, a teljes vélemény- és szólásszabadságot, a gazdaság rendbetételét, ahhoz valóban értő szakemberek bevonásával és a szovjet katonaság kivonását hazánkból. Az ünnep tartást ad, erkölcsi alapul szolgál, és kapaszkodó ebben a nehezen átlátható, bonyolult világban. Az ünnep a múlt tisztelete. Nemzetünk nagy pillanatai azért váltak ünneppé, azért váltak hitelessé, mert lényegük mélyén a közösség állt, s az emberek tekintetüket az igazság felé fordították. Halljuk hát meg a hősök szavait. Tiszteljük meg őket azzal, hogy megfogadjuk üzenetüket. Egységesség,
testvériség, szeretet. Egy évvel ezelőtt ugyanezen a helyen ugyanezt kértem önöktől. Bízom benne, hogy itt, szűkebb környezetünkben is egyszer mindenki meghallja ezeket a szavakat. Rádöbben, hogy Püspök Ladány attól erős és attól áll stabil lábakon, hogy a jövő építéséért nap mint nap közösen dolgoznak az itt tevékenykedők. Egységben. Persze mindig vannak, akik önös céljaik érdekében megpróbálnak árnyékot vetíteni sok ember munkájára, mindennapos áldozatvállalására. De kár, mert szavainkat mindaddig elfújja a szél, amíg a püspökladányi emberek 56 hőseihez méltóan egységben, józanságban, hitben közös jövőt építenek. A város vezetése az elmúlt ciklusban is ezt tette, és most is ezt fogja. Ígérem önöknek. Mert kötelez bennünket a múlt, a családban kapott értékrend, szüleink, felmenőink becsülete, 1956 hite. Ebből nem engedhetünk soha. Dombi Imréné köszöntője után a Pro Urbe emlékérem átadása következett. Az önkormányzat képviselő testülete idén 2 Pro Urbe emlékérmet ítélt oda. Ezt a kitüntetést olyan személyek, közösségek kaphatják, akik a város fejlesztésében a gazdaság, a kultúra, az egészségügy, az oktatás, a közművelődés területén maradandó és kiemelkedően eredményes munkát végeztek. A Pro Urbe kitüntetést elsőként Lagné Lugosi Marianna hitoktatónak ítélték oda, akinek az életútját Márkus Gábor alpolgármester ismertette. 1955-ben született Budapesten, édesapja Lugosi Béla megbélyegzett emberként családjával az 50-es években Budapestről vidékre került Sárét udvariba körzeti orvosnak. Marianna ott nőtt fel, ott járt általános iskolába, majd a püspökladányi Karasferenc gimnáziumban érettségizett. A család elkötelezett vallásossága miatt nem volt kegyeltje a középiskola vezetőségének. Visszahúzódó, de mindenkire figyelő, segítőkész természete miatt viszont szerették a diákok. Egyik volt osztálytársa, Hodosán Róza, így nyilatkozik róla. Marian különleges volt mindig, és nagyon áldozatkész és segítő. Szívből őszintén és belülről olyan. S ez semmit sem változott. Ő igazi szeretettel fordult mindenki felé. Soha senkire nem tudott haragudni. Nem is láttam ilyen embert még. Igazi keresztény volt, nem ismertem más ilyen embert. Ő akkor is vállalta ezt, amikor nem volt könnyű. Érettségi után felvették Debrecenbe a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika ábrázoló geometria szakára, melynek elvégzése után tanítani szeretett volna a régi iskolájában. Budapestre ment dolgozni. Ott a fővárosban egy templomi kórusban ismerkedett meg leendő férjével, Csilla Kristóffal. Miután összeházasodtak, hazaköltöztek Marianna szüleihez, Sárét udvariba. Oda született meg az első 3 gyermekük. Azon igyekeztek, természetesen szülői segítséggel, hogy saját otthonuk legyen mielőbb, hiszen nagy családot szerettek volna. A negyedik baba már Püspökladányba, az Attila utcai házba érkezett. Tevékeny részesei voltak férjével, családjával együtt a 80-as évek végén a püspökladányi változásoknak. Alapító tagjai voltak a Magyar Demokrata Fórumnak. Ott voltak minden rendezvényen, gyűlésen, megbeszélésen. Ötleteikkel, erős hitükkel bátorították, segítették a rendszerváltó politikusokat. Marianna alapítója és mindvégig aktív tagja volt a Püspökladányi Polgári Kör Egyesületnek, még jóval a polgári körök országos megalakulása előtt. Mindenben lehetett rá számítani, ha plakátragasztásról, ha szórólapozásról, ha egy újságcikk megírásáról volt szó, vagy ha a polgári bálok megszervezésében kellett a segítség. A püspökladányi rendszerváltás a város demokratizálódásának igazi háttérembere. Marianna 4 gyermekük felnevelése mellett már a rendszerváltozás idején is hitoktatói és hivatásra készült.
a 90-es évek tartózkodó, sőt olykor ellenséges pedagógusi környezetében szervezte meg, és kitartóan folytatta a gyerekek hitre, erkölcsre, szeretetre való nevelését a kisiskolástól a gimnazistáig. Évtizedek óta aktív tagja a püspökladányi Római Katolikus Egyházközség képviselőtestületének. Állandó segítője volt, és most is az a városban szolgálatot teljesítő atyáknak, így Páskai Istvánnak, Kovács Jánosnak, Gáspár Mátyásnak, Vince Pálnak, Panyi Józsefnek, Barna Gyulának és 2008 óta jelenlegi plébánosnak, Lupsa Tamásnak. A hittanórák megtartása mellett 16. éve szervez nyári táborokat a templomba járó gyerekek számára, hol a Tiszához, hol a Balatonra, hol a Zempléni hegyek közé. Ezekbe a táborokba még egyetemista korukban is visszajárnak az egykori hittanosok. Hitoktatói tevékenysége során mindent megtett, hogy a rábízott gyermekek testi, lelki fejlődése a legtökéletesebb legyen. Csillagné Lugorsi Marianna eddigi életével bizonyította, hogy személye érdemes a püspökladányi próorbedély kitüntetésre. Köszönöm, hogy meghallgattak. A méltatás után Csillagné Lugosi Marianna átvette a neki szóló kitüntetést Dombi Imréné polgármester asszonytól. Ezt követően diákjai zenés műsora következett. A második Pro Urbe címet a Püspökvelányi Tájékoztató és Közművelődési Központ Könyvtár Múzeum munkájáért ítélte oda a városvezetés. Az intézmény és vezetője Sári Andrea érdemeit Kovács Krisztina, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság volt elnöke ismertette a jelenlévőkkel. Engem ért az a megtiszteltető feladat, hogy a város 2014 évi Pro Urbe díjazottjai közül méltathatom azt az intézményt, amelyre nagy tisztelettel tekintek. Ahogy itt szétnéztem bejövetelkor, azok a szemek köszönnek vissza a sorokból, akik a mindennapokban a kamerák, a mikrofont fogják, vagy az ifjúsági házba, könyvtárba, múzeumba betérve kedvesen fogadnak bennünket, és szervezik azt a közösségi életet, amit önök tudják, hiszen gyakran hangoztatom is, talán a legfontosabb az ember életében. A közösség összetartó erő, közösség nélkül nincs jelen, de holnap sem, én ezt vallom. Ebben a komoly, szerteágazó munkában jár élen az az intézmény, amely ebben az évben az önkormányzat döntése alapján Pro Urbe díjat kap. Ez az intézmény pedig a tisztelt megjelentek a Püspökladányi Tájékoztató és Művelődési Központ Könyvtár Múzeum intézménye. Sokat tesznek értünk, hogyha betérünk ebbe a házba, vagy bármelyik tagintézménybe elégedetten távozhassunk, ahogy nem lehet elégszer megköszönni azt a minden perces munkát sem, amit a televízió munkatársai végeznek azért, hogy mindig tájékoztatva legyünk a legfontosabb hírekről. Kedves megjelentek, kedves emlékezők, kedves barátaim!
Az, hogy saját intézményünket és annak vezetőjét Csári Andrát ismerjük el a Pro Urbe, azaz a Városért díjjal, öröm számomra és a város vezetése számára. Hiszen sok esetben sajnos éppen azt nem vesszük észre, ami mellettünk történik, és pozitív, példaszerű. Ezen a mi feladatunk változtatni. A tájékoztató központban végzett munka elismerése pedig szintén a mi feladatunk, hiszen 2007-ben mi indítottuk el azt a változást az intézményben, ami mára az egész település teljes közművelődésére, kultúrájára elvitathatatlanul hatást gyakorolt. Önkormányzatunk Pro Urbe díjat olyan személyek, közösségek számára alapította, akik a város fejlesztésében a gazdaság, a kultúra, az egészségügy, oktatás, közművelődés területén kiemelkedően eredményes és kimagasló munkát végeztek. Nagyon fontos kiemelni, hogy közösségeknek. Jó, ha ez a város ad olyan kitüntetést közösségének, amely értéket teremt, hagyományokat ápol és megőrzi a múltnak az jelenlegi értékeket. A fentieknek a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, könyvtár, múzeum, intézmény és vezetője Sári Andrea minden tekintetben megfelel. Megkérem igazgatóasszonyt, az intézmény nevébe vegye át a díjat. A díjat, amivel egy oklevél és egy 10,5 cm átmérőjű bronz plakett jár, melynek egyik oldalán a város címere és a Pro Urbe Püspöktalány felirat, másik oldalán Püspöktalány város látképe látható, intézményvezető asszony vette át polgármester asszonytól. Majd az összevont közművelődési intézmény dolgozói köszönték meg igazgató asszony áldozatos munkáját. Kitüntetett intézmény tagintézményei nevében szeretnénk köszönetet mondani az intézmény vezetőnek, hiszen nincs jó kollektíva és csapat, és nincs eredményes munka jó irányítás nélkül. És az elmúlt egy év, azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatjuk, ez bebizonyította, hogy ez van a mi intézményünkben. És köszönjük szépen a nyitottságot, a partnerséget, az együttműködést, az innovációt, az önzetlenséget és mindent. Köszönjük szépen! Ezt követően a Ladány Televízió munkatársai által készített Püspöktalányról szóló kisfilm került levetítésre. Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedő. Nagy gondolat is mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bár csak értenénk a múlt intő szavát, az égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármit, de mindig tud, hogy áldott itten föl. Minden hozzáfűz, állva bennünk testünk.
tér, mindig új tavaszt vár, és jót remél, hogy fel ne az, hogy én. Nem a gyűlölet, a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát, bár csak értenénk a múlt intő szavát. A nagyszabású városi ünnepség a Mandala Dal Színház, illetve a Calvin téri általános iskola tanulóinak műsorával ért véget. Ne csak akkor szerest, amikor mint jó anyád lágy bölcsőben ingat, féltve úgy nédelget, vizeiben fürdött, szép álommal altat, szeűzi tőled bánatod, félelmed. Ne csak akkor szeres, mikor téged ünnepel, bátorító szép mosolyát reád ragyogtatja, bár sok köpönyegét alát teríti, hűségét, kincseit mind-mind eléd rakja. Akkor is szeres, ha sorsod rosszra fordul, mikor befúval, mikor vesszővel vár, mikor könnyebb volna idegenbe menni, akkor kell szeretned legjobban a hazád. Amikor a hűség legfájóbban fájhat, amikor a szükség legjobban megalád, akkor legyél férfi, akkor mutass példát, hogyan kell szeretni a szülőhazát.
boldogságom is. Maga a mennyország volt az a 10 nap is. Boldogságban úszott az egész ország. A durvák megszédültek, az átkozottak kinyíltak, a zsugorjak bőkezőek lettek, a keserűek mosolyogtak, sőt, a reményt vesztettek is, bizakodni kezdtek. Öröm mámor állat szét a szívekben. Jó volt Magyarországon élni, jó volt magyarnak tenni. Üdv néked, ifjúság! Üdvözlégy, magyar nép! Világban és férben születtél meg újra, 3 nagy éjszakán, vad ágyúdörgésben. Melyik nép írta fel mostanában a nevét így, hogy aranyat adott a kezébe Isten újra? És mely nép beszélt így önmaga nevében, mint angyal, mikor a hasonáját fújja? Bús igájának fájára írja hát, mint annyiszor a megságult eszerében, vérrel és vassalta nyitja a halmukát. Ki így születtem, és mégsem ismertelek, ki szerettelek, és mégis ócsárodtalak. Bocsáss meg tévejtő fiadnak, dicső városom, Budapest. Hogy is hihettem róla, szülővárosomról, hogy olyan vagy, mint a többi, egy város a városok között. Jártam köveiden, és elhittem, hogy a kövezet közlekedésre való. Ültem a villamoson, és azt hittem, hogy a villamos utazásra szolgál. Számos házatban megfordultam, és azt hittem, hogy a falak közt élni, enni, inni, lakni lehet csak. Nem tudtam, hogy ezek az ablakok lőrések. E villamosokból barikádokat lehet rakni, és ezeken az utcákon rohamra menni, harcolni, és győzni is lehet. A kerekvilágon minden térképen és glóbuszon ma átírják a nevedet, Budapest. Ez a szó nem város jelöl már. Budapest ma ennyit tesz, mint a tanka, neki lehet menni vissza kézzel. Budapest minden nyelvén a világnak azt jelenti, hűség, önfeláldozás, szabadság, nemzetiség. A színházteremben tartott díjátadó ceremónia és ünnepi műsor után arról kérdeztük Csillagné Lugosi Mariannát, illetve a Püspökterányi Tájékoztató és Közművelődési Központ Könyvtár Múzeum igazgatóját, mit szólnak a kitüntetéshez. Igen, meglepődtem, amikor megtudtam, hogy ezt meg fogom kapni, és hát nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom. De úgy gondolom, hogy ez természetesen nem csupán az én munkám ebbe, ez egy csapat munkának az eredménye, elsősorban a Jóistennek a segítségét köszönhetem, de mindig segítségemre voltak az itt teljesítő, szolgáltató teljesítő plébánosok is, aztán az iskolában a pedagógusok is igazán nagyon nagy segítséget jelentettek számomra, és hát természetesen a családom, férjem, gyerekeim, a szüleim, a testvérem és annak a családja, tehát ez egy olyan. Én tulajdonképpen mindenkinek csak köszönettel tartozom, mert egész életemben én csupa jó emberrel találkoztam. Olyanokkal, akik kedvesek és segítőkészek voltak, és ez indított igaziból engem arra, hogy hát próbáljam ezt én is szétosztani. Én ugyanezt fogom csinálni, amit eddig gondolom, hogy ugyanezt fogom csinálni. Örülök az iskolai hitoktatás megvalósulásának. Remélem, hogy egyre többen fognak majd jönni a gyerekek is. Természetesen én tudom, hogy itt Püspökladányban a római katolikus vallás kisebbségben van, tehát kisebbséget képviselünk itt, de drukkolok azért, hogy bármelyik keresztény felekezetben egyre többen megtalálják azt a lelki békességet, amit én, nekem a Jóistennel való kapcsolat adhatott és adott eddig. És hát én remélem, hogy a szülők rájönnek arra, hogy nem félni kell a Jóistentől, hanem bízni benne. És én remélem, hogy a gyerekeket, akiket tudtam eddig tanítgatni, is az életük során, az életük alakításánál figyelembe veszik a Jóisten tanácsait. Hát az önkormányzat az intézménynek a több mint 7 éves munkáját értékelte, azt a 7 évet, több mint 7 évet, ami 2007 óta eltelt. Egy éve működünk összevont intézményként, és azt gondolom, hogy mindenki a legjobb tudását adta annak érdekében ebben az egy másfél évben is, hogy értékelhető legyen az a munka, amit végeztünk. Az, hogy ilyen kitüntetéssel jutalmazta a város vezetése a munkánkat, ez mindenféleképpen azt mutatja számomra, hogy az az út, amin járunk,
jó. Persze nem jelenti azt, hogy el kellene bíznunk magunkat, ez egy mérföldkő ez a díj, azt gondolom az intézmény életébe, és arra kell, hogy sarkaljon bennünket, hogy a jövőben így, vagy ettől még jobban, még szorgalmasabban, még több ötlettel és elszántsággal dolgozzunk, végezzük a mindennapi feladatainkat. Nagyon megtisztelő számomra az, hogy ezt a díjat Felszegi doktor úr terjesztette fel, illetve az intézményt terjesztette fel erre a díjra. Ez számomra nagyon megtisztelő, úgyis mint intézményvezető, és úgyis mint magánember, hiszen doktor úr házi orvosom volt, és doktor úrral egy sokkal erősebb emberi kötelék is van közöttünk, ha szabad így fogalmaznom, úgyhogy nagyon megtisztelő számomra. Vannak a városban olyan ikonikus személyek, akiknek a munkája példa lehet előttünk, és Felszegi doktor úr az egyik. Én köszönöm az intézmény valamennyi munkatársának azt, hogy ilyen lelkiismeretesen és szorgalmasan dolgoznak. Igyekszem ezt nekik kifejezni a hétköznapokban is. 23 fő közalkalmazottal dolgozik a 4 intézményegységet, tagintézményt, tömörítő tájékoztató és közművelődési központ, könyvtár, múzeum, és ugyanennyi 25 fő a közfoglalkoztatottak száma. Nagyon látványos, nagyon élvezetes munka a miénk, a közművelődési munka. Akár a televízióra gondolok, akár a művelődési házra, ifjúsági házra, múzeumra, könyvtárra. A mi feladatunk az, hogy egy kicsit adjunk magunkból az embereknek, és hogyha ez sikerül, akkor az nagyon nagy öröm számomra, és ezt úgy tűnik, hogy az önkormányzat elismerte, és most ezzel a próbúrbedíjjal jutalmazta. Az állófogadás után este 18 órától Püspöktalány önkormányzata és az Őrdarú Egyesület által szervezett fáklyás felvonuláson folytathatták a ladányiak a megemlékezést. A Karas Ferenc Múzeumtól induló felvonulás több mint 10 éves múltra tekint vissza. A kezdeti években csupán néhány fő vett részt a fáklyás felvonuláson, mára azonban egyre többen csatlakoznak hozzájuk a lakosság, a városvezetők és civil szervezetek. Köréből. Az 56-os forradalomra emlékező többfős menet sötétedés után indult el a múzeum elől. A világító mécsesekkel, fáklyákkal, a magyar, valamint a történelmi lobogókkal a kezükben csendben vonultak kicsik és nagyok a hősök teréig.
a 20. századi magyar történelem legjelentősebb eseményeit, az 56-os forradalom és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiáltásának emléknapját idén is méltó módon ünnepelte meg a város, hiszen több százan vettek részt a püspökvelen különböző pontjain tartott megemlékezéseken.